Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Stratégiai partnerség. Megállapodás a vallási turizmus jegyében. Tűzeset. Lángolt a Tósok-Berendi templom. 39 milliárd. Történelmi jelentőségű felújítás a Veszprémi várban. Eszközbeszerzés. Sikeres Szigliget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán. A Balatonfelvidék sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Már kezdünk is! A kormány múlt héten jelentette be, hogy február 15-e helyett két oltással május 1-ig lesznek érvényesek az oltási igazolványok, igazodva az Európai Uniós országok gyakorlatához. Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben oltakoztak. Stratégiai partnerként működik együtt a Veszprémi Főegyházmegye és a Veszprém Balaton 2023 ZRT a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa program minél sikeresebb megvalósítása érdekében. Erről írt alá megállapodást dr. Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora, Markovics Aliz vezérigazgató és dr. Navracsics Tibor kormánybiztos. A Veszprém Balaton 2023 ZRT és a Veszprémi Főegyházmegyek közös meggyőződése, hogy együtt hatékonyabban tudnak hozzájárulni az Európa Kulturális Fővárosa programjainak sikereihez, hangsúlyozta Markovics Aliz vezérigazgató. Ezért született meg a megállapodás, melyet a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban írtak alá. Az együttműködés a régió kulturális hagyományainak megőrzése és megújítása érdekében támaszkodik arra az 1000 éves hagyományra, amelyet az ország egyik legrégibb egyházmegyéje képvisel. A természetes kapcsolódási pontunkat formalizáltuk most, de mégis fontos éppen az előttünk álló nagy esemény kapcsán, hogy olyan erőpontok, olyan támpontok legyenek az életünkben, amelyek az együttműködésnek az alapját jelentik. A Főegyházmegye örömmel vette a hírt
Európa Kulturális Fővárosi cím elnyerése kapcsán, és rögtön azon munkálkodtunk, hogyan tudunk ebben hatékonyan részt venni saját kulturális javainkkal, ezekkel a gyönyörű terekkel, a vár együttes egészével. Ennek érdekében terveztük meg a felújítást, és hathatós kormányzati támogatással van esélyünk, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Annak érdekében, hogy az ideérkezők a mi kulturális tereinket, javainkat, a Székesegyháznak a liturgikus terét, vagy a Szent György kápolnának a megújított terét, azt alkalmas módon tudjuk bemutatni, és tudjuk átadni azok számára, akik ideérkeznek. Ugyanígy szeretnénk tenni a gyűjteményi központunkkal, hiszen egyházi gyűjtemények között nagy jelentőséggel bír, eddig lehetőségek hiányában nem volt mód alkalmas bemutatásra. Navracsics Tibor, a program megvalósításáért felelős kormánybiztos, az érsekség és a város történelmi együttműködésének fontosságára utalt beszédében. Kiemelte, hogy az érsekség a térség életében is fontos szerepet tölt be. Az aláírással a már meglévő együttműködést emelték magasabb rangra, mondta. Számunkra a kultúra a közösségek életéről szól, és ebben a térségben, ahol a magyarországi kereszténység történetében is az első püspökség, az első püspöki székhely jött létre, ugye itt Veszprémben, illetve az egyik legrégebb óta folytonosan létező székesegyház, a Szent Mihály székesegyház. Ebből adódóan a kereszténység mindig is meghatározó volt, napjainkban is meghatározó, úgy, mint kultúra, illetve másoknak, mint világszemlélet, mint hit. Szeretnénk mindezeket a lehetőségeket hasznosítani a programsorozatok összeállítása során, illetve minél több embert megszólítani, legyen szó hívőről, nem hívőről, akik érdeklődnek a keresztény kultúra iránt. Már sokan vannak, akik vizionálják 2023-at, nagy hangsúllyal a vallási turizmus megerősödésére is. Dr. Udvardi György érsek úr ekként fejezte ki gondolatait, melyek mintegy útravalót is érzékeltetnek. Én azt szeretném látni, hogy boldog, nyugodt, rendezett módon érkező emberek tudnak jönni a városunkba, sétálnak föl a várba, nézik meg a múzeumi kiállítást gyerekeikkel együtt, megisznak egy jó kávét, miközben a gyerekek a játszótéren, amit most készítünk, tudnak játszani, és úgy tudnak hazamenni, hogy emberségükről, hivatásukról, jövőjükről nyugodtabban és bátrabban tudnak gondolkozni. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft. Szombaton este tűz ütött ki a Tósok-Berendi templomban. A tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek, sikerült a tüzet megfékezni, személyi sérülés nem történt. A tűzeset okairól és a kár nagyságáról egyelőre nincsenek információk. Televíziónknak nyilatkozott a templom plébánosa és a Veszprém megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. 200 éve magasodik az Ajkához közeleső településen a Szent István király katolikus templom, amit a ciszterci szerzetesek építettek. A templomnak a tornya lett a tűzmartaléka, amely 5x5 méter alapterületű, magassága közel 40 méter. Egy járókelő vette észre a füstöt, és aztán riasztott mindenkit. Bakos Frigyes plébános így foglalta össze a károsodást. A torony az teljesen kiégett. Aztán most nem tudjuk, hogy az orgona az mennyire ázott be, a tűz nem érte. Aztán a freskó, a kórusán freskó, az állítólag vizet kapott, tehát az én is csak tegnap értesültem róla, mert szombaton senki nem látott semmit. Aztán most jönnek majd a szakértők, a tűzvédelmiek jönnek, aztán a statikusoknak kell jönni, addig nem lehet a templomot használni. Most itt van a templomon szemben egy ifjúsági házunk, Szent Imre ifjúsági ház. Vasárnap már ott volt a mise.
megtelt a helyiség. Most az érsek úr majd írásba ad engedélyt, hogy ott legyenek a misék, meg kérek engedélyt, hogy a keresztelések hol legyenek, mert most egy hosszú ideig itt a templomot használni nem lehet. A tűzoltók több egységgel a riasztás után a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték a tűzoltását. Ajkáról érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre, a katasztrófavédelmi művelet irányításával végezték a kollégák a tűzoltást. Nehezítette a munkájukat, hogy a toronyban a lépcső az elégett, és ezért nem tudtak belülről oltani, és ez veszélyes is lett volna. Létrasugarat szereltek a kollégák, tehát ez azt jelenti, hogy a tűzoltó létra kosarából oltottak kívülről, illetve a talajszintről is több vízsugárral zajlott az oltás. Magát a harangtoronyban a fa szerkezetet sikerült megmenteni, károsodott ugyan, de nem szakadtak le a harangok, és azért, hogy a vízkárt, mert ugye itt jelentős mennyiségű víz elment az oltás során, hogy a vízkárt csökkentsék, ezért pedig egy úgynevezett zsompot ástak a tűzoltók. Ez a zsomp, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy gödör, amibe az oltóvíz belefolyik, és ebből pedig nagy teljesítményű szivattyúkkal szivattyúzták ki aztán, hogy a lehető legkevésbé ázzanak át a falak a templomban. A tűz kialakulásának okát a szakemberek egyelőre vizsgálják. A helyben élőket megrázta a káresemény. Ennek a közösségnek ez a fő temploma. Ugye itt születtek a területen, itt kötöttek házasságot az idősebbek, aztán itt lettek a gyerekeik megkeresztelve, itt lettek elsáldozók, itt lettek bérmálkozók. Tehát a városnak egyik legszebb temploma. Akik segítenének a templom mielőbbi rendbehozatalában anyagiakkal, az alábbi számlaszámon tehetik meg. Szakmai előkészítést követően a napokban kezdetét veszi a Veszprémi Főegyházmegye szívének, a Veszprémi várnak és az ott található épületeknek a történelmi jelentőségű megújulása. A beruházás kormányzati támogatásból valósul meg. Mind a város lakossága, mind a látogatók jelentős változásokat tapasztalhatnak majd a következő időszakban az egész vár területén. A beruházásról tartottak tájékoztatót február 4-én az érseki palotában. Magyarország kormányának támogatásával 39 milliárd forint értékben újulhatnak meg a Veszprémi várban található egyházi tulajdonú épületek. A Szent Mihály Bazilika mellett további 17 műemléképület és az azokhoz tartozó területek és kertek szépülhetnek meg, mintegy 35 ezer épített és 10 ezer szabadtéri négyzetméteren. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes rávilágított arra, hogy az érsekség projektje organikusan beleillik a várossal és a térséggel kapcsolatos fejlesztésekbe. Hangsúlyozom, hogy természetesen maximális tisztelet az egyház autonómia iránt, és az egyházi építkezések, az egyházi épületek, azok a szónak is a mélyebb értelmében a transzcendencia világába vannak. Na de az a helyzet, hogy az egyház is a világban él, az egyházi épületek is itt vannak köztünk, az egyház is a mindennapi életünknek a része, ebből kifolyólag a turizmus, és ebből következőleg a gazdaságfejlesztés, és ebből kifolyólag a térség egész fejlődése szempontjából. A nagy lehetőség a várnak egy olyan fejlesztése, nem csak felújítása, hanem fejlesztése, ami turisztikailag is lehetővé teszi, kulturálisan, turisztikailag is minden szempontból, hogy kihasználva azt a lehetőséget, hogy a kulturális fővárosság miatt úgy is bele kell tenni ezt a pénzt, akkor csináljuk grandiózus módon úgy, hogy ez az egész városnak, sőt az egész térségnek a lelki, szellemi, gazdasági fellendülését is szolgálja. Navracsics Tibor kormánybiztos kiemelte a vár történelmi jelentőségét is, valamint napjainkban betöltött szerepét. Amikor tehát a vár megújul, új életre kel, új lendületet kap, akkor én abban bízom, hogy egy kicsit a város közössége, de a város, a városon túl a régió, a katolikus egyház és az ország is új lelkületet kap és új lendületet kap. Ez az igazi jelentősége ennek a nagyívű újjáépítési programnak, és ezért köszönet illeti miniszterelnök helyettes urat is, és érsekatyát is,
akik az egész fölött bábáskodtak, és akik lehetővé tették, hogy amikor Veszprém kiáll Európa nyilvánossága elé az Európa Kulturális Fővárosa programsorozattal, akkor ne csak azt mutathassuk meg, hogy legalább annyira európaiak vagyunk, mint a tőlünk nyugatabbra, esetleg szerencsésebb égtájakon született nemzetek, vagy ott épült városok, de legalább olyan mélyen is vagyunk európaiak, hagyományokhoz ragaszkodók és a jövő felé fordulók. Udvardi György érsek atya köszönetét fejezte ki a beruházás megvalósításáért. Hangsúlyozta, ez a beruházás egyszerre hitéleti, turisztikai, de nem utolsó sorban kvalifikált munkahelyteremtő beruházás is. Izajás könyvében a 60. fejezetben, első versben olvassuk ezt a pár mondatot. Kelj föl, ragyog, Jeruzsálem! Az Úr dicsősége fölragyogott fölötted. Ez a mondat vezette Jeruzsálemnek az építőit, újraépítőit, hiszen számtalanszor kellett ezt megtenni a történelem során, és ők ebben a tudatban tették, végezték szolgálatukat. Kelj föl, ragyog, Jeruzsálem, az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Egyházi beruházás, ahogyan Navracsics úr is említette, egy szent hely. Így szeretnénk tekinteni erre a beruházásra, ahol hisszük, az Úr dicsősége ragyog föl, és ez a ragyogás mindannyiunkat más fényben mutat, és a kapcsolatainkat is képes erősíteni, új utakra vezetni. A tájékoztatón a Veszprémi Főegyházmegye főépítésze ismertette az országosan is egyedülálló fejlesztés részleteit. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Veszprém országgyűlési képviselője és polgármestere is. Sokféle pályázati lehetőséget igénybe vesznek a települések a Balaton környékén is. Szigliget a Balaton Fejlesztési Tanács felhívására nyújtotta be kérelmét, s több mint 10 millió forintot nyert el az önkormányzat eszközfejlesztésére. Balassa Dániel polgármester tájékoztatja nézőinket. Rendezett képet mutat a strand ebben az időszakban is, s aztán, ahogy tavaszodik, kezdődnek a munkálatok, hogy minél komfortosabb környezet fogadja a nyaraló közönséget. Ehhez nyújt segítséget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán elnyert összeg. Szeretnénk beszerezni egy elektromos hajtású kis teherautót, amivel a strand, illetve a környékének a karbantartását el tudjuk végezni. Emellett kisebb elektromos gépekre is pályáztunk, tehát lényegében a strand fenntartáshoz azokat az eszközöket, amik szükségesek és környezetbarát módon működtethetőek, ezeket szeretnénk ebből a támogatási összegből beszerezni. Nyilván ugye, mivel 60%-os támogatási intenzitásról van szó, ezért saját erőt is bele kell tenni, de szerencsére a település van olyan stabil anyagi helyzetben, hogy ezt meg tudjuk tenni. Olyan korszerű színvonalas településfejlesztési eszközökkel fog rendelkezni tehát a település, amelyeket jól tudnak majd használni a következő években. Szigliget a turizmusból él, a két húzó desztináció a vár és a strand. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítanak e két területre. Az emberek, ha ide jönnek, akkor kell nekik a tiszta víz, kell nekik, hogy tiszta fűben és nem magas fűben karbantartott gyepen tudjanak feküdni, hogy ne legyenek szemetesek a vécék, a környezet, hogy a fák, amik mondjuk adott esetben árnyékot is adnak, ne legyenek tele életveszélyes ágakkal, az öltözők rendben legyenek, tehát sok ilyen apróság van, amit mindenképpen el kell végezni ahhoz, hogy színvonalas strandot tudjunk működtetni, és ehhez nagyon jó jön most ez a támogatás, ez a pályázati pénzből megvalósuló fejlesztés. Szigligeten is szükséges az utcák felújítása. A Rókarántói utcát a Magyar Falu program lehetőségeivel, míg a Révész utcát saját erőből újították fel. Jelenleg zajlik a Szabadság utcai járda felújítása, amihez szintén a Belügyminisztérium biztosított pályázati támogatást, ahhoz is kell hozzátennünk saját önrészt, de mivel egy közel 50 éves és már lassan életveszélyessé váló
járdaszakaszról volt szó, ezért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy a lakóknak ennyit meg kell tennünk, hiszen ez egy nagyon régi kérés volt a részükről, és már többször is pályáztunk rá. Nemrégiben érkezett az értesítés arról, hogy az Antalhegyi utca rendbetételére is nyertek, ezúttal 38 millió forintot. Ebből a 900 méteres utca újra aszfaltozása történhet meg. Mindezek mellett kisebb újítások, ötletes megoldások is jellemzőek Szigligeten, a község lakóinak bevonásával és mindenki örömére, tájékoztatott Balassa Dániel polgármester. A 2022-es esztendő különleges év a Balatonfelvidéki Nemzeti Park életében. Idén 25 éves a park, és annak több természetvédelmi területe és bemutatóhelye, például a Kis-Balaton látogatóközpont, a Kápolna-pusztai bivajrezervátum és a Csodabogyós barlang is kerek évfordulót ünnepel. Ezen apropóból számos izgalmas programot szerveznek ebben az évben. Hatodik alkalommal kerül sor a Ferences Akadémiára Sümegen február 25-e és 27-e között. Ezúttal dr. Rafai Ernő professzor lesz az előadó. A kurzus témája: mi az igazság a szabadkőművességgel kapcsolatban. Szó esik Trianon okairól, következményeiről is. Akik érdeklődnek a témák iránt, még jelentkezhetnek az akadémiára Reisz Pál atyánál a kolostor elérhetőségein. A híradó után televíziónk magazinműsora következik. Ismét érdekes témákkal várja Önöket mai műsorvezetőnk, Iván Anna. Már mutatjuk is az előzetest. Érdemes velünk tartani ma is a híradó után. Elsőként látogassunk el a veszprémi állatkertbe a nem mindennapi medvelesre. Aztán megnézzük a jó hangulatú jelmezes korcsolyázást Szigligeten, végül pedig az Akali fánkos programot követve elgondolkodhatunk, lesz-e egyszer négy évszakos Balatonunk. Legyenek nézőink, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal. Kedves nézőink, most nézzük az időjárás előrejelzést. Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Enyhébb és hűvösebb napok váltják egymást a következő időszakban, de többnyire az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletre számíthatunk. Nézzük mindezt részletesen. A csütörtök reggel párás voltokban ködös lesz, később derültékre tekintetünk fel, gyenge mérsékelt délnyugati szél fúj, a hőmérséklet a reggeli mínusz 1 fokot, követően délután elérheti a 11 fokot. Pénteken napközben hidegfront érkezik, előtte még néhány órás napsütésre is számíthatunk. A front útját megélénkülő észak-nyugati szél kevés zápor eső mutatja, a hőmérséklet 1 és 7 fok között váltakozik. A hétvégére visszaesik a hőmérséklet, fagyosak lesznek a reggelek is. Szombaton több, vasárnap kevesebb napsütésre számíthatunk a mérsékelt délkeleti szél mellett. A minimumok mínusz 4, a maximumok 4 fok körül ígérkeznek. Hétfőn ismét enyhébb légtömegek érkeznek fölén, 10 fok felett lehet a maximum. A folytatásban is az időjárás inkább a márciust idézi, mint a február, de kedden többszöri esővel is számolhatunk. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Stratégiai partnerség. Megállapodás a vallási turizmus jegyében. Tűzeset. Lángolt a Tósok-Berendi templom. 39 milliárd. Történelmi jelentőségű felújítás a Veszprémi várban. Eszközbeszerzés. Sikeres Szigliget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán. A
Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra!